Az utolsó előadónkat nem nagyon kell bemutatnom, hiszen mindannyian nagyon-nagyon jól ismeritek. Nem fogjátok elhinni, de csak azért jött haza Magyarországra most, hogy itt lehessen velünk. Egy héttel előbbre hozatta az olasz DXN születésnapot, hogy ma itt lehessen velünk. Dél-Európában azon dolgozik, hogy egy 150 éves adósságot törlesszen. De már hallottam, hogy nem sokára itt a sógoroknál is tevékenykedni fog erőteljesen. Hobbija a hálózatépítés. Nagyon barátságos és empatikus üzletember. És pontosan ezért arról fog nektek ma beszélni, hogy milyen is az empatikus hálózatépítés. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Krón Ambassador Kócsó Lászlót. Köszönöm szépen. Időcsúszásban vagyunk, úgyhogy menjünk bele. Hát elég sok mindent megéltem az elmúlt 8 évvel, de ilyen nehéz helyzetben még nem voltam. Tehát most innen elkezdeni egy előadást tartani, hát ez nem lesz egyszerű. Ugye a mai témának a empatikus üzletépítést választottam, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges, fontos téma is. A mai nap elismerései között jó néhányan visszautaltatok arra, hogy mi is igazából a lényeg az üzletépítésben. És azt gondolom, hogy az én szavamon ezt úgy tudnám lefordítani, hogy nem csak értsük, hanem meg is értsük a másikat. Tehát ugye az a MLM üzletnek a világ szövetségének a neve, hogy direct selling, de én azt gondolom, hogy ez nem egy direkt értékesítés. Tehát, hogyha valaki direkt értékesítést csinál, akkor nagyon jó prompt jutalékot tud elérni bizonyos rendszerekben. Viszont ahhoz, hogy valaki hálózatépítő legyen, ahhoz meg kell értse a másikat, hogy tudjon neki segíteni, hogy tudja támogatni a munkáját. És hogy ti is láttátok itt a mai elismerés között, a legkülönbözőbb háttérrel érkeztek ide azok a sikeres munkatársak, akik eredményeket tudtak elérni. Mindegyikkel másképp kell, én azt gondolom, hogy beszélni. Más a miértjük tulajdonképpen, ami nagyon sokszor elhangzott itt a mai nap folyamán. Úgyhogy én elkészítettem egy ilyen ábrát, hogy szerintem hogyan is működik a network marketing üzlet 2015-ben. Ugye van az egyik oldalon az üzletépítő, aki tudja azt, hogy miért van itt, tudja azt, hogy mik az előnyei egy valós network marketing üzletnek, és van a másik fél, akinek vannak információi, vannak hiedelmei, és úgy kellene ebből kijönni a végére, hogy mindkét fél hasonlóan gondolkodjon, úgy, hogy nem győztük meg a másikat, hanem megértettük a másikat, és ő is megértett bennünket. Úgyhogy erről szeretnék nagyon röviden beszélni. Nézzük, hogy hogyan is működik a network marketing, mit is tanítanak az MLM üzletben. Ugye, nagyon egyszerű igényfelmérés, megoldási javaslat és zárás. Minden értékesítésben ezt tanítjuk. Mielőtt én elkezdtem volna foglalkozni network marketinggel, ugye a saját vállalkozásunkban is képeztünk direkt értékesítőket, és ez a klasszikus modell nagyon régen, ma is tökéletesen működik. Viszont ez direkt értékesítés, és nem hálózatépítés. És nagyon sokan így próbálják fölépíteni az MLM üzletöket, és ahogy megint vissza kell utalnom a mai elismerésekre, látjátok, senki nem úgy jött ebbe az üzletbe, hogy direkt értékesítettek neki. Úgyhogy ez működik, és az én tapasztalatom az, hogy attól, hogy valakinek megtanítunk valamit, és tudni fogja azt, hogy hogy kell csinálni, attól még nem fogja azt csinálni. Hogyha az nem szimpatikus neki, ha nem érzi jól magát benne. Kitalál majd valami kifogást, vagy egyszerűen elmegy,
De az én 8 éves tapasztalatom a díszenüzletben és ezzel itt a network marketingben az mutatja, hogy természetesen nagyon fontos az oktatás, nagyon fontos a képzés, de az nem elegendő. Bele kell helyezni az illető gondolkodásmódjába, hogy tudjon vele azonosulni. Mi történik akkor, hogyha valakinek eladom a lehetőséget? Ugye nagyon tudunk örülni annak, hogyha van egy csatlakozónk, viszont az a helyzet, hogy semmi nem történik. Tehát maximum azt tudom mondani magamról, hogy hát jó értékesítő vagyok. Eladtam a lehetőséget, ugye? Megint jól csináltam valamit, vagy egyáltalán ez a DXN, ez annyira jó dolog, hogy hát már megint valaki megvette. De ezzel még nem történik semmi. Tehát nem ez a cél, hogy valakinek eladjam a lehetőséget, az ugye pontosan egy kezdet, hogyha valaki rábólint erre a dologra. És ezért nagyon fontos, amikor arról beszélünk, hogy hogyan kell építeni az üzletet, hogy ha leülök valakivel, nem az a célom, hogy ő megvegye ezt a lehetőséget, hogy én eladjam neki ezt a lehetőséget, hanem hogy ő ezt sokkal tovább gondolja, és ő valóban elkezdjen ezzel foglalkozni, tőlem függetlenül, önállóan. Tehát szeretném, hogyha amikor dolgoztok, akkor eszetekbe jut ez a gondolat, hogy nem az a lényeg, hogy én eladom-e, hanem ő tőlem függetlenül megvette. Tehát ez, és azt gondolom, hogy ez egy óriási különbség. Hiszen neked van egy tapasztalatod, van egy hited, ami a te személyedhez kötődik. Viszont neki lehet, hogy teljesen mások a mozgatórugói, lehet, hogy teljesen más a gondolkodásmódja, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy MLM-mel kapcsolatban valószínűleg teljesen más a gondolkodásmódja. Tehát őneki kell ezt önállóan megvennie. Tehát az első momentum én ott kezdődik szerintem, hogy meg kell érteni, hogy az illető miért gondolkodik így. Mert neki vannak tapasztalatai, és ezek a tapasztalatok alapján alakította ki ő az igaz véleményét. És nekem mutatnom kell egy másik utat, hogy oké, az ő tapasztalatai alapján az ő véleménye teljesen valós és teljesen igaz. És hogyha én az ő szituáciában lennék, valószínűleg hasonlóan gondolkodnék. Hiszen nem áll rendelkezésemre, nem áll rendelkezésére minden információ. Viszont hogyha te ezt megérted, mint üzletépítő, akkor szerintem teljesen új távlatokat nyit a lehetőségekben, mert nem úgy fogsz ránézni valakire, hogy na, megint itt jön egy ilyen MLM ellenes valaki, akit meg kéne győzni arról, hogy ez a világ legjobb lehetősége, hanem azt szokott gondolni, hogy hát itt van valaki, aki a saját tapasztalatai alapján teljesen jogosan gondolkodik így, és akkor most be kellene mutatni neki az őszintjén, és ezt nem degradálóan mondom, az őszintjén egy másik alternatívát. Tehát saját tapasztalata vannak az illetőnek, és ezt tisztelni kell, ezt el kell fogadni. Ez teljesen normális. És valljuk be, ugye mivel nem tapasztalatlan embereket szólítunk meg az esetek többségébe, hogyha végignézek itt a hallgatóságon, nem 18 éves emberekből áll, hanem olyanoknak már van egy élettapasztalata, és ezért teljesen normális az, hogy a network marketinggel kapcsolatban is vannak tapasztalatok. Tehát fogadjuk el ezt, és higgyük el neki, hogy az ő nézőpontjából ez így helyes. És természetesen előítéletei vannak. Mindenkiben vannak előítéletek. Nagyon nehéz ledolgozni a mai világban az előítéleteket. Teli vagyunk mindannyian előítéletekkel. Akkor miért ne lennének egy ilyen nagyon különbözően megítélt dologgal, mint a network marketinggel kapcsolatban az embereknek előítéletei? Ez normális dolog. Ezt el kell fogadni, ez nem egy probléma, hanem egy kihívás, amit nekünk üzletépítőknek meg kell oldani. És nagyon sokszor elmondtam már ezt a pontot, és hiszem azt, hogy az empatikus üzlet építésnek ez az egyik alapja, hogy
tudnod kell azt, hogyha ő nem tudja elképzelni, hogy ő ezt meg tudja csinálni, akkor nem fogja elkezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy nem regisztrál be, nem azt jelenti, hogy nem kezdi el fogyasztani a terméket, hiszen a termék jó, hanem hogyha ő nem tudja elképzelni, hogy itt tud állni a színpadon, ugye ott kezdődik a probléma, hogy nagyon sokan nem is akarnak itt állni a színpadon, de nem kötelező. Mert nekünk is van olyan gyémántunk, többszörös gyémántunk, akit soha nem láttatok még itt a színpadon. Ő nem akar a színpadra jönni. De ettől még lehet sikeres a network marketing üzletbe. De amikor empatikusan építem az üzletet, és vagy belépett már valaki, vagy még nem lépett be az üzletbe, nekem mindig azt kell bennem tudatosítani, hogy igenis ő meg tudja csinálni. Nagyon jól esett Lajos példáját hallgatni, ahogy visszaigazolt, hogy megfogadta úgymond a tanácsomat, és másképp kezdett el dolgozni online, és működött neki ez a dolog. Ott, abban a pillanatban én azt gondolom, hogy nem is igazából erre a tanácsra volt neki szüksége. Sokkal inkább arra, hogy újra el tudja hinni azt, hogy ő meg tudja csinálni. Tehát neked, mint szponzornak, mint üzletépítőnek az a feladatod úgymond, hogy addig, ameddig az illető, addig, ameddig az alsó vonalad nem hiszi el nélküled is a problémák, a kihívások ellenére is minden pillanatban, hogy ő sikeres lehet, hogy ő meg tudja csinálni, akkor neked el kell ezt vele hitetni. Nem azért, mert pénzt akarsz keresni az MLM üzlettel, hanem azért, mert ez így van. Csak kell egy külső segítség. Bárki meg tudja csinálni ezt az üzletet, aki csinálja. Ugye, de a csinálást azt nem tudja helyettesíteni semmi. Lehet bármilyen más tevékenységet végezni, a valós munkavégzés nem helyettesíti semmit. Tehát neked, mint szponzornak szerintem az üzletépítésnek ez az egyik legfontosabb alapja, folyamatosan akár egy új jelöltről van szó, akár egy meglévő munkatársra, egy üzletépítőről van szó, folyamatosan azt a érzés, nem hitet, azt az érzés kell benne erősítened, hogy ő meg tudja csinálni ezt az üzletet. Ugye, hogyan működik az MLM? Ugye ahhoz én azt gondolom, hogy empatikusan tudjunk üzletet építeni, meg kell értenünk, hogy hogyan működik a network marketing üzlet. Ugye, nagyon egyszerűen működik az MLM üzlet, nagyon sok felé jártam a világba, mindenütt teljes mértékben ezt tapasztaltam, sehol nincsenek csodák. Meghallgatja, tetszik neki, hazamegy és lebeszéli. Ilyen egyszerű. Mindenütt így működik. Ugye? Tehát ezt tudnod kell. És én arra jöttem rá, hogy a legegyszerűbb, hogyha ezt elmondom az új jelöltnek. A legegyszerűbb az, hogyha ezt elmondom, és tudatosítom a munkatársakban, hogy figyelj, azért nem működik neked az MLM, hiába csinálod, mert folyamatosan ez történik veled. Jön egy jelölt, elmondod neki, tetszik neki, érdekli, hazamegy és lebeszélik. Ugye? Mit tudsz ezzel ellen tenni? Egyetlen egy dolgot tudsz tenni, változtatni nem tudsz ezen, ez mindig így lesz szerintem, hogy ez tudatosít az illetőbe. Figyelj, hazamegy, le fognak beszélni. Oké? És én azt látom, hogy elsősorban az embereket, amikor találkozol velük, akkor nem a DXN érdekli, nem a Ganoderma érdekli, nem a network marketing érdekli, hanem, ami nagyon sokszor elhangzott a mai napon, a te miérted érdekli, hogy hát nem is gondoltam volna rólad, hogy te egy ilyen dologba fogsz. Hát téged én teljesen másképp ismertelek meg. Nagyon érdekes szituáció volt a görög piacnyitás, amikor a ottani sikeres munkatársunknak ugye gratuláltak, nem tudom, piacnyitásra hányszoros gyémánt lett, egy vagy kétszeres, és akkor a nagy örömmel meghívta a szüleit, akik már idősek voltak, és akkor természetesen látták, hogy siker van, gratuláltak neki, de azért miközben kezet ráztak és adtak neki egy puszit, azért megkérdezték tőle, hogy hát fiam, mikor lesz rendes munkád? Tehát így működik a network marketing, és az embereket a te miérted érdekli, hogy vetemedsz ilyen dologra. És ezt kell kihangsúlyozni. Tehát az én tapasztalatom, hogyha azt látják, hogy ezt fölvállalod a saját miértedet, akkor
látványosabban fog működni az üzlet, és kevésbé kell beszélni a többi részletről. Mert a többi részlet az működik. Tehát láthattátok itt a mai nap folyamán, milyen cég áll mögöttünk, milyen termékek vannak, nem kérdés. Nem kérdés. Tehát nem arról van szó, ugye, hogy van egy termék, amire ráhúztak egy emelemet, és azért vásárolják az emberek a terméket, mert emelem üzlet kötődik hozzá. Azt önállóan is megveszik, emelem üzlet nélkül is. Ugye a empatikus üzletépítés során, nevezzük így akkor, amit használok, ez a megelőző kifogáskezelés. Ugye tartottam már erről külön előadást, az internetben ez hozzáférhető, ami nagyon egyszerűen működik. Ugye írd össze, hogy milyen kifogásokkal találkozol a leggyakrabban, és anélkül, hogy valaki ezt föltenni ezt a kifogást, te már építs bele tulajdonképpen a beszélgetésedbe, akár egy történettel, és abszolút mértékben működni fog. Megválaszoltad. Hálás lesz azért. Hogy mondjak erre egy példát, néhány héttel ezelőtt a feleségem egyik ismerőseivel leültünk ebédelni, akik sikeres emberek a saját területükön, a saját szakmájukban, és ebéd közben én ugye megelőző kifogáskezelést végeztem, és elmondtam nekik, hogy nekem az egyik legnagyobb problémám az volt, amikor elkezdtem foglalkozni network marketinggel, hogy hát mit fognak rólam gondolni. Eddig a marketing szövetségbe hívtak előadást tartani, most pedig akkor kávét fogok árulni. Hogyan viszonyulok én ehhez a dologhoz? És nem kellett befejeznem a mondatot, a beszélgető partnerünk rögtön a szavamba vágott, és azt mondta, hogy hát velünk is ez a helyzet. Hát tegnap egy ismerősünknek, egy barátunknak elmondtunk, hogy ma egy ilyen MLM-es ismerősünkkel fogunk ebédelni. És olyan furcsán néztek ránk, hogy ti is. Hát ez rólatok nem gondoltuk volna. Tehát megelőztem ezt a kifogást, mert hogyha nem építem bele a beszélgetésbe ezt, akkor ő hazamegy, és ugyanezzel a problémával küszködik. De most már látta, hogy ez egy létező dolog, és ezt lehet kezelni. Elmondtam neki, hogy ezt, hogy számra mi az ellenpont ezzel kapcsolatban. Igaz, néhány évvel később tudtam ezt teljes mértékben, úgymond, helyre tenni magamba, amikor meghívtak egy előadásra, amit a Force magazin szervezett, és Magyarország egyik legsikeresebb vállalkozója tartott ott előadást, akit mindenki ismer, és arról beszélt, hogy hát az ő vállalkozásának mekkora a forgalma. És ezzel nagyon meglepődtem, mert nem voltam tisztában ezzel, és hirtelen elkezdtem számolni, hogy hát mekkora a mi vállalkozásunknak az éves forgalma. És azt láttam, hogy az ő vállalkozásának a 40%-a. Tehát hamarosan, nagyon hamarosan el fogja érni a mi vállalkozásunknak az éves forgalma azt, amit ő produkál, aki a kirakatban van, és nagyon sikeres, és nagyon elismert, és minden ismerésem az övé. Tehát nagyon fontos, hogy helyre tegyünk egy-két gondolatot a mások fejében, és erre a legempatikusabb módszer az, hogyha nem felvet egy kifogás, és te rögtön arra kontrázol, hanem nagyon szépen összeszeded a kifogásokat, és különböző történetekbe beágyazod. Ha ez nem megy, kérd a felső vonalat segítségét, és biztos, hogy a konkrét esetre találnak majd megoldást. Jó, tehát történetekbe ágyazva. Ugye ebben a szituációban vagyunk, nagyon sokszor elmondtam, nagyon utálják, hogyha el akarnak az emberek nekik valamit adni, viszont hihetetlen módon szeretnek vásárolni. Tehát én azt tapasztalom, hogy minél kevésbé nyomom a terméket, úgymond, minél kevésbé az az üzenetem, hogy itt is vásárolni kellene esetleg valamit, az illető annál jobban akarja, annál jobban szeretné. Ugye? Tehát, hogyha az van, hogy én nem akarom őt beléptetni, én nem akarok neki adni semmit, csak egyszerűen információt akarok neki adni, egyszerűen beszélgetek vele az én miértemről, hogy én hogyan gondolkodok, akkor az elkezd működni. És ott elkezdi érdekelni a dolog.
Ugye, hogyan mutatom be én empatikusan az üzletet? Elég régóta már egy másik módszert használok, úgymond, és lépésről lépésre próbálok a beszélgető partneremmel együtt gondolkodni. És ez egy felmérést vagy kutatást használok, nem mint statisztika adat, hanem mint ennek a felmérésnek az eredményét, mert azt látom, hogy ez a network marketingben, az én munkámban kiválóan működik. Ugye, ez a felmérés arról szólt, hogy mik az elvárások egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban. Tehát, amikor leülök egy jelölttel, és arról kezdek el vele beszélni, hogy én ezt az üzletet építem, ebben hiszek, ez az én miértem, akkor mögé teszem azokat az érveket, amiket majd ő föl tud használni, amikor le akarják erről beszélni. Tehát úgy is tudnám ezt fogalmazni, hogy meg tudja védeni a saját döntését, hogy hát ő miért volt olyan, akinek tetszik ez a lehetőség. Ugye? Tehát átlagos emberek, ez most nem minősítés, átlagos embereknek mik az elvárásai egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban? Ugye, kockázatmentes legyen. Tehát ez egy olyan érv, amikor hogy hazamegy és le akarják beszélni azért a DXN üzletről, hogy nehogy pénzt veszem vele. Hiszen az emberek nagyon-nagyon nagy többsége azért van ellenérzése a network marketinggel szemben, mert vagy ő, vagy egy ismerőse pénzt veszített az MLM-en. És ez egy teljesen jogos elvárás, hogy egy üzleti lehetőség kockázatmentes legyen. A DXN kockázatmentes. Nem lehet vele pénzt veszíteni. Ugye? Semmilyen kötelezettség nincs, ha megnézed. Ugye, kényelmetlenségtől ugye mentes legyen. Abszolút. Valaki nem akar beszélni, nem kell beszélni. Valaki csak online akarja számítógépen mögé bújva építeni az üzletet, meg tudja úgy csinálni. Ha valaki más módszerrel csinálni, úgy is tudja csinálni. Mert a termék működik. A cég működik. Ugye? Abszolút kényelm. Tehát nem volt olyan szituáció az elmúlt 8 évben, amit nekem úgy, mi is mondjam, úgy kellett volna megcsinálni, hogy én nem akartam azt. Mert most azt értem, hogy meg kellett volna hasonuljak úgymond önmagammal. Nem volt ilyen. És azt gondolom, a legtöbbünknek nem volt ilyen. Elismerést adjon, erről nem fogok most beszélni. Azt gondolom, mai nap után. Ugye nagyon fontos, hogy vezető szerepet adjon. Tehát az emberek erre vágynak. Nem arra, hogy főnökök legyenek, hanem arra vágyjuk mindenki a tudatalattiában, és ez egy nagyon jó dolog, és ez egy természetes emberi tulajdonság, hogy hatással lehessen másokra, hogy kövessék őt. Ugye? Egy művésznek is a legszebb dolog az, amikor valaki valamit alkot, és talán elismerik. Egy vezetőnek is az, hogy azt mond valamit, és az emberek követik. És nem azért követik, mert ő a főnök, hanem azért, mert ugyanabban hisznek, mint ő. Jó? Tehát egy jó ügy mellett, ugye a DXN ügy mellett kiállni, az vezető szerepet tud adni. Mert könnyű ebbe hinni, mert ez egy jó dolog. Én nagyon sok mindennel foglalkoztam, és az egyik élettapasztalatom az, hogy nem elég pénzt keresni. Nem mindegy, hogy mivel keresünk pénzt. Sokkal jobb érzés, jó dolgokkal pénzt keresni. Nagyon sokféle módon lehet pénzt keresni. De azt gondolom, hogy belül sokkal jobb érzés valami jó dologgal pénzt keresni. Ugye ez is szintén elhangzott már, hogy az embereknek fontos az, hogy jól érezzék magukat. És én azt tudom mondani, hogy figyelj, te ebben az üzletben jól érezheted magad, miközben csinálod. Miközben nem csinálod, akkor meg biztos, tehát ugye egy nagyon jó csapat van, a DXN egy egész család, de hogyha ha csinálod, akkor is jól tudva magad érezni, mert én, mint szponzor, nem kényszerítek rád semmit. Soha nem mondtam sem a Szabolcsnak, sem a Józsinak, sem a Sanyinak, hogy csinálják ezt az üzletet. Soha nem hívtam föl őket, hogy figyelj, mit csinálsz a jövő héten. Soha nem számoltattam be őket. Úgy csinálod, ahogy te szeretnéd. És ugye csak az utolsó volt az, hogy profitot biztosítson a kutatás szerint. Hiszen az egy nagyon jó dolog. Ha valaki dolgozik, akkor jönni fognak az eredmények.
Ha valaki egy jó ügy mellett áll ki, akkor jönni fognak az eredmények. Ez egy ilyen mellékes jó dolog. Nagyon fontos, és én bevallom, hogy én egy üzlethez csatlakoztam annak idején, ez volt az elvárásom, és rájöttem azt, hogy nem egy üzletben vagyok, hanem egy ügyet szolgálok, egy missziót, és hát a pénz az pedig automatikusan jön. Jó, tehát az összes network marketing prezentációban, amivel én találkoztam, mindenütt a pénze van helyezve a hangsúly. Holott, és gondoljátok végig, hogy ti hogy gondolkodtok, az embereknek nem a pénz a legfontosabb. Nem ez a fő elvárás. Akkor miért ezt kommunikáljuk? Akkor miért ezt akarjuk mindenkinek lenyomni a torkán? Nem ez a legfontosabb az embereknek. Fontos természetesen, ingyen senki sem csinálna ezt a dolgot, de nem ez a legfontosabb. Tehát nem ezt kell kihegyezni a prezentációba. Az én network marketinges tapasztalatom azt mondja, hogy ez egy tévút. Ez egy tévhit. És ugye adni kell egy eszközt a kezébe, hogy tesztelje le, hogy működik-e. Ne nekem higgyen. És ugye nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a termék működik. Tehát ugye, ha valaki kipróbálja a kávét, akkor az működik. Tehát nem kell, nem ilyen ígéretre halmaz kell neki adnom, hanem csak egyszerűen próbált ki, és működik. És ha kipróbálja, mindannyian, akik itt vagyunk a teremben most szombaton, azon tudjuk, hogy működik ez az egész dolog. És ugyanezt a lehetőséget kell neki biztosítani az üzletépítés során. Nem kell elhinned most azonnal, hogy te sikeres lehetsz ebbe az üzletbe, de add meg, azt hidd el azért, hogyha megadod magadnak a lehetőséget, akkor ennek lesz egy eredménye. És erről tudunk beszélgetni. Oké, tehát próbáld ki. Próbáld ki azt, hogy neked ez működik. Erre van módszer, nem szeretnék most belemenni a részletekbe. Ugye? És akkor mi történik, miután csatlakozik? Ugye? Tehát oké, minden rendben van. Ugye ez nem egy, azért ne essünk félreértésbe, ha valaki csatlakozik hozzá, de ez nem egy üzleti döntés. Semmilyen pénzügyi vonzata nincs, ugye? Ez az összeg ez nem nevezhető annak. Semmilyen kötelezettsége nincs, tehát ez nem egy döntés. Ugye le kell fektetni a szabályokat. Ugye? Empatikus üzletépítésben is kellenek szabályok, mert az embereknek szabályokra van szüksége, hogy lássa, hogy milyen úton, milyen vonalak mentén tud haladni. És az én tapasztalatom szintén az, nagyon fontos tapasztalatom, hogy senkit sem lehet erővel megváltoztatni, de el lehet érni az igényt arra, hogy ő megváltozzon. Nagyon sokan elmondták itt a mai nap folyamán, hogy mennyi változás következett be az életükbe is. Ezek az MLM előtt, esetleg ezekre a változásokra nem volt igényük. Mert nyilvánvalóan egy más közegben voltak, másképp gondolkodtak. De a te személyes példamutatásoddal el lehet érni az igényt a változásra. És hogy Szabolcs is nagyon jól megfogalmazta, hogy te jó embereket szeretnél behozni ebbe az üzletbe, akkor neked is jobbá kell válnod. Két, tehát az empatikus üzletépítés az nem arról szól, hogy valakinek van egy véleménye, neked meg van egy teljesen más véleményed, és ezeket a véleményeket ütköztetitek. Hanem arról szól, hogy én értem és megértem azt, hogy a jelenlegi helyzetben neki miért ez a véleménye. És ez számomra teljesen elfogadható. És én adok neki egy információt, hogy az én miértem mögött, az én tapasztalatom mögött, miért ez a vélemény, miért az én véleményem húzódik meg. Ugye meg kell találni az ő valós motivációját. És ugye nagyon sok motivációja lehet valakinek, és ebben a pénz csak az egyik dolog, sőt, ahogy láttátok, lehet, hogy nem a legfontosabb és a legsúlyosabb. Minden ezen bukik, én azt gondolom, az üzletben, hogy az illető megtalálja azt, hogy ő neki mi a valós mozgatórugója, a valós miértje. És neked, mint szponzor, nagyon nagy szereped van abban, hogy hogyan tudod erre rávezetni. Mert hogyha ő tudni fogja azt, hogy miért csinálja, akkor hidd el, hogy megállíthatatlan lesz. Tehát ez a kulcsa a dolognak.
Ugye? Egy olyan üzletet szeretne mindenki fölépíteni, amit tőle függetlenül is működik. De csak akkor fog működni az üzlet nélküled, hogyha olyan emberek lesznek a hálózatodban, akik tőle teljesen függetlenül a saját motivációjuk miatt építik ezt az üzletet. Tehát szoktam konzultálni vezetőkkel, lelkes üzletépítőkkel, és nagyon gyakran látjuk azt, hogy van nekik egy hálózatuk, de igazából az a hálózatuk nem csinál semmit. És ha megkérdezik ezeket az embereket, tehát ő, mint aki behozta őket, megkérdezi őket, hogy hát akartok-e pénzt keresni, akarjátok-e ezt az üzletet, sikeresek szeretnétek-e lenni, akkor mindegyik azt feleszi, hogy igen, tehát nem elutasítóak, azért vannak itt. Viszont ők saját maguk nincsenek ugye tisztában a saját valós motivációjukkal. És ezért a szponzoroktól függetlenül nem tudnak dolgozni. Ugye? Ezért hibás szerintem nagyon sok nagyszámok törvénye alapján működő network marketing üzlet, ami ugye úgy működik, és működik, tehát a kulcs azon van, hogy jön egy új belépő, a professzionális szponzort mindent tud, ezért azt mondom, hogy akkor most ráborul az illetőre, és beosztja neki a napjait, és rajta van néhány hétig, mire az ember ugye egy-két hónap után megcsörömlik az egész MLM-től, mert ő nem azért jött ide, hogy egy főnöke helyett kettő legyen, ugye? És senki nem mindenki technikákkal foglalkozik, amik hangsúlyozom működnek, de senki nem foglalkozik azzal, hogy neki valóban mi lehet a motivációja. Mert ha megvan neki a motivációja, akkor megállíthatatlan. Akkor nem fogják érdekelni a körülmények. Akkor azt mondja, hogy figyelj, működik a termék, működik a cég, megcsinálom, ilyen egyszerű. És kész. Jó? Network marketingben, empatikus üzletépítésnél hihetetlenül fontos a folyamatos önkontroll. Akik azt gondolom, hogy beáldoztuk a szombatunkat, és ezt most képletesen mondom, azok mindannyian a saját személyiségünktől függően hihetetlenül lelkesek vagyunk belül. És képesek vagyunk nem észrevenni magunkat kívülről. Tehát elkezdünk valakivel beszélgetni, és hát nem tudunk leállni. Mert ez egy annyira jó dolog, amit mi csinálunk. De ezt mi nem vesszük észre magunkról. De az illetőnek már ebből elege van, mert ő még soha nem volt végszenes rendezvényen, nem tudja, hogy mi ez az egész dolog. És azt mondja, hogy ez már neki sok. Ez már sok. Tehát kell egy nagyon szigorú, folyamatos önkontroll, és meg kell tanulni kívülről nézni magunkat, hogy hát mit csinálunk mi valójában abban a szituációban. Oké. Nagyon egyszerű. Leírom, mit akarok mondani. Nagyon sokszor elmondtam már, mégis megkérdezném most, nem nagyon szoktam ilyet tenni, hogy ki az, aki leírja előre, amit mondani akar. Nagyon örülök neki. Látok jó néhány kezet. Többet kellene. Tehát írd le bátran. A saját szavaiddal. Nem kell megmutatnod a szponzorodnak. Maga előtt láss, hogy mit akarsz. Mit akarsz kommunikálni. Hiszen ezen tudsz csitolni. És utána kiértékelem, mit mondtam, és hát látjátok, hogy abban a fejben, aki bennetek hallgat, az a piros áthúzott MLM a szép lassan zöldre fog váltani. Ha ezeket a lépéseket végigkövetel. Oké? Tehát nagyon gyakori, amit látok mindenütt, hogy észesen veszed, hogy a lelkesedésed az átmegy ilyen nagyon csúnya nyomulásba. Amit te se szeretnél, hogy más így közelítsed feléd. És az a baj, mondom, hogy nincs kontroll, nincs leírva, nem veszed észre magad. És te is csak egy ilyen nyomulós, emelmes képe leszel a másik előtt. Oké. És azt gondolom, hogy befejezésül föl kell tennünk a kérdést, hogy mit fog az illető hazavinni. Hát amikor leülök valakivel beszélgetni, és teljesen mindegy, hogy most itt miről beszélek? Arról beszélek, hogy egy új jelölttel ülök le, arról beszélek, hogy egy 3 évvel csatlakozott üzletépítővel ülök le, aki még nem ért el azt az eredményt, amit szeretne. Az alapkérdés az, hogy miután leül veled szponzorával, vagy leül veled avval az ember, aki információt ad, mit fog hazavinni? Mi az, amit ő haza fog vinni a beszélgetés után? És azt gondolom, hogy ez a kulcs. És jelen pillanatban, amit én kommunikálok, és amit a tapasztalatom, a 8 éves tapasztalatom mutat,
Azt szeretem, hogyha az emberek ezt viszik haza. Ez a komfortzónájukon belül is működik. Mert van annyira jó ez a dolog. És hogyha valaki ezt érzi, hogy most eljöttem konzultálni, és nem valami olyasmi dolgot kell csinálni, amit ő nem akar megtenni, amit ő nem tud megtenni, hanem azt érzi, hogy hát, mi, hát ez tényleg, ezt én is tudom csinálni, és csak a csinálni szó hiányzik már, akkor el is kezdi. Úgyhogy én ennyit szerettem volna röviden mondani, és szeretném, hogyha elgondolkoznátok ezen a pontokon. Nagyon nehéz helyzetben voltam ma. Itt ezután a fantasztikus nap után, ahol rengeteg információt, rengeteg érzelmet kaptunk, és egy kicsit el is csúsztunk az idővel. Viszont mivel a mai nap az utolsó alkalom arra, hogy valószínűleg, hogy ebben az évben ilyen keretek között találkozunk, ezért szeretném megkérni először páromat, hogy fáradjon ide fel, és utána pedig szeretném megkérni a Gyémánt Tanács tagjait is, hogy jöjjenek föl ide a színpadra. Mindannyian, fáradjatok föl. És szeretném megkérni Mr. Sont is, hogy jöjjön mellém. Jöjjetek el az oldalról is. És szeretném mindenkinek megköszönni az egész éves munkáját. Ennyi akkor egy kicsit vagyok. Oké, menjünk előre egy kicsit. Még mindenki elfér. Jó. Tehát mindenkinek, ez nekem a legnehezebb rész, aki ismer, tudja miért. Tehát szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját, hiszen azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres év áll mögöttünk. Külön szeretnék köszönetet mondani Andrának és Istvánnak, hogy megteremtették annak a feltételeit, hogy még jobb körülmények között tudjunk itt dolgozni Magyarországon. És azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy olyan helyzetben vagyunk, hogy ha fölismeritek a saját belső motivációtokat, akkor valóban semmi sem állított meg bennünket. És a ma reggel itt volt egy vezetői megbeszélés, amin Mr. Sean beszélt néhány gondolatot, és mondott néhány statisztikát, illetve visszatolnak Szilárdra is, aki beszélt statisztikákról. Tehát, hogy a piac itt van előttünk, és óriási lehetőségek vannak ebben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ti is úgy akarjátok, akkor egy fantasztikus jövő év áll előttünk, egy fantasztikus következő év, és így közösen ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek békés boldog karácsony ünnepeket kívánjuk. Az ünnep nagyon fontos abból a szempontból is, hogy nagyon sok ismerősünkkel, rokonunkkal újra találkozunk, és lehetőségünk van meginni egy közös kávét. Nem én lettem volna, hogy ezt nem mondom el, és mindenkinek kívánok sikerekben gazdag, végszer sikerekben gazdag, boldog új esztendőt. Sziasztok! Köszönöm.